Újabb két beteg van itthon, 9-re nőtt a fertőzöttek száma, a kórházakban látogatási tilalmat vezettek be. Európában egyelőre megállíthatatlan a koronavírus, hétvégén regisztrálták az eddigi legtöbb beteget. Brüsszelben tárgyal a török elnök, pénzt akar, hogy megállítsa a migránsokat, nem túl jók a kilátások. És világháborús gránátot piszkáltak a Váci Társasház egyik lakásában a robbanás előtt, azt hitték, hogy hatástalanítva van. Ez a Híradó fél nyolctól, az M1-en Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! 9-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma itthon. Két már karanténban lévő embernél mutatták ki a kórokozót. Egyikük annak az idős férfinak a felesége, aki súlyos állapotban van, a másik pedig egy iráni diák. Közben újabb szigorítások léptek életbe, látogatási tilalmat rendeltek el a kórházakban és a bentlakásos szociális otthonokban, a mentők pedig plusz kocsikkal készülnek. Két karanténban tartózkodó embernél mutatták ki hétfő reggelre a koronavírust. Egyikük iráni állampolgára, Semmelweis Egyetem volt hallgatója. Egy éve szűnt meg a tanulmány jogviszonya, az előadásokra utána többet nem járt. Azokkal az iráni diákokkal viszont továbbra is tartotta a kapcsolatot, akik az első itthoni fertőzöttek. Ezért végeztek nála is laboratóriumi vizsgálatot, amely pozitív lett. A másik új beteg egy 74 éves magyar nő, annak a magyar férfinak a felesége, aki egyéb betegsége miatt jelenleg a legsúlyosabb állapotban van, és az intenzív osztályon kezelik. Velük együtt 9 koronavírus fertőzött van Magyarországon, 5 iráni, 1 brit és 3 magyar. Súlyos, életveszélyes helyzetben lévő beteg kivételével valamennyien jól vannak. Az intenzíven ápolt férfi kivételével a fertőzöttek jól vannak, hamarosan a debreceni beteget is a Szent László kórházba szállítják, közölte Szlávik János osztályvezető főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Hozzátette, több változás várható a közeljövőben, magánlaboratóriumokban is készítenek majd vizsgálatokat, hivatalosnak viszont csak azok számítanak majd, amiket a Népegészségügyi Központban végeznek. Ezentúl módosítják az itthoni eljárásrendet azért, hogy a koronavírus további behurcolását és terjedését megfékezzék. A gócpontokból érkezők is gyanús esetnek számítanak majd. Ezek a szakmai protokollok, hangsúlyozom, szigorúak, de változnak. A napokban kerül egy új esetdefiníció kialakításra, hiszen mindenki látja, hogy a járvány terjeszkedik, és egyre nagyobb és nagyobb területeket érint, ezért az esetdefiníciót át fogjuk alakítani úgy, hogy azokra az országokra is vonatkozzon, ahol gócok vagy gócpontok vannak. A karantént közben újabb két ember hagyhatta el, egészségügyi dolgozók, akik az egyik fertőzöttet kezelték. Mindhárom tesztjük negatív lett, ezért hazamehettek. Az országos tiszti főorvos látogatási tilalmat rendelt el Magyarország összes fekvőbetegellátó és bentlakásos szociális intézményében. A kórházak bejáratára már ki is került a felhívás. Egerben mostantól csak vizsgálatra mehetnek be az emberek, a csomagokat a látogatók a portán adhatják le a betegeknek. A Markhot Ferenc Kórház mindent megtett annak érdekében, hogy ezek az intézkedések, azaz a látogatási tilalom, az maradéktalanul be lehessen tartani. A portaszolgálatot, a vagyonvédelmi szolgálatot megerősített létszámmal üzemeltetjük. Az országos mentőszolgálat minden megyében és Budapesten is plusz kocsikat állított szolgálatba, hogy az összes gyanús esethez ki tudjanak vonulni, mondta az M1-en Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője, aki a kormány tájékoztató kampány videójában is szerepel. Arra hívja fel a figyelmet, hogyan előzhető meg a koronavírus járvány, és mi a teendő, ha valaki észleli magán a tüneteket. Érdemes ezt a kis videót megnézni, akár minden este a tévében, hogy az emberek és a gyerekek is lássák azt, hogy néz ki egy alapos kézmosás, aminek valóban lehet értelme. Vagy például az a tanács, amit szoktunk adni a gyerekeknek, hogy tartsd a kezed a szád elé tüsszentéskor köhögésnél, az nem a legjobb tanács, mert úgy hangzik igazán jól a tanács, hogy egy zsebkendőt, egy papír zsebkendőt tarts a kezeddel az arcod elé, és amikor tüsszentettél, köhögtél, akkor utána ezt a zsebkendőt dobd is el egy lehetőleg zárható szemetesben, majd utána mossál kezed. Az operatív törzs folyamatosan tölti fel a tájékoztató videókat és friss információkat a koronavírus.gov.hu oldalra, ahol a két ingyenesen hívható zöld szám is megtalálható. Újra rendőrök figyelik a karanténban lévő iráni diákokat, akik továbbra sem működnek együtt az egészségügyi dolgozókkal. Az éjjel székeket dobáltak a Szent László kórházban, és megpróbálták elhagyni az épületet. A hatóságok többször is figyelmeztették már őket, hogy bűncselekményt követnek el, így akár ki is utasíthatják őket az országból. Az operatív törzs közben visszavonta a már korábban kiadott iráni vízumok érvényességét is.
Az, hogy nem működtek együtt, az azt jelentette, hogy székeket dobáltak ki a kórtermekből például. A koronavírus fertőzés miatt megfigyelés alatt lévő iráni állampolgárok közül ketten továbbra sem hajlandóak betartani a karantén szabályait a Szent László kórházban. Többször rongálni kezdték a kórtermek berendezéseit, és az épületet is el akarták hagyni. A diákok már a kórházba szállításnál sem működtek együtt az orvosokkal és az ápolókkal, itt csak rendőri segítséggel tudták karanténba helyezni őket. Most is folyamatosan figyelik őket, nehogy kiszökjenek és esetleg másokat is megfertőzzenek. Egyrészt az éjszaka folyamán, másrészt pedig a mai nap folyamán több esetben nem megengedhető magatartást tanúsítottak, és megpróbálták a karantén szabályait kijátszani. Jelenleg is rendőri jelenléttel tudjuk fenntartani a biztonságos elkülönítést a Szent László kórházban, amely az egészségügyi személyzettől is óriási odafigyelést és energiát követel. Ha valaki nem tartja be a járványügyi szabályokat, akkor bűncselekményt követel. Ez azt jelenti, hogy végső esetben a külföldi állampolgárokat akár ki is utasíthatják Magyarországról. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója elmondta, többször is angolul tájékoztatták az iráni diákokat, hogy milyen következményekkel jár, ha nem működnek együtt a hatóságokkal. Garázda, ha magatartást folytatnak, akkor az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kiutasítja ezeket a személyeket az ország területéről. A karantén letelte után ezeket az embereket idegenrendészeti őrizetbe is lehet venni. Idegenrendészeti őrizetben 6 hónapig lehet őket tartani, amely további 6 hónappal meghosszabbítható, majd kitoloncoljuk őket Magyarország területéről, abban az esetben, ha a kitoloncolás feltételei fennállnak. Az operatív törzs korábban rendelkezett arról, hogy iráni állampolgárok nem kapnak új vízumot. Most viszont arról is döntöttek, hogy a már kiadott beutazási engedélyeket is érvénytelenítik és visszavonják azoktól, akik még nem léptek be az országba. Hétfőtől sem a budapesti, sem a debreceni repülőtér nem fogad már járatokat a koronavírus járvánnyal érintett észak-olasz városokból. Emellett folytatódnak a határ és reptér ellenőrzések. Minden fertőzött területről érkező állampolgárt külön megvizsgálnak, hogy csökkentsék a vírus behurcolásának kockázatát. A szájmaszkot pedig továbbra is gyártják a debreceni büntetés végrehajtási intézetben. Naponta 25 000 darabot készítenek 3 műszakban. Ezekből folyamatosan szállítanak a gyógyszertárakba is. Az országgyűlésben is téma volt a koronavírus elleni küzdelem. Az ellenzéki pártok javaslatokat tettek és bírálták a kormányt. A kabinet képviselői pedig együttműködést kértek minden politikai erőtől a vírus elleni harchoz. Tisztelt képviselőtársaim, az országgyűlés tavaszi ülésszakának 5. ülésnapját megnyitom. Napirend előtt hétfőn az országgyűlésben az új koronavírus elleni fellépésről is szó volt. Olá Lajos, a DK országgyűlési képviselője többek között az otthoni karantén szabályainak kialakítását sürgette, és határozott álláspontot várt a kormánytól a rendezvények lemondásával kapcsolatban. A DK felelős ellenzéki pártként tegnap is 14 olyan konkrét intézkedésre tett javaslatot, amelyek hatékonyabbá és eredményesebbé tehetik a koronavírus elleni védekezést. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a koronavírus elleni védekezés ugye nem pártpolitikai ügy, hanem összefogást, higgadtságot és felelősségteljes magatartást igényel. Tisztelt ellenzéki képviselők, önökön múlik, hogy a nyers pártpolitikai utat választják, vagy hajlandóak-e hozzátenni valamit a védekezési munkához. A szocialista harangozó Tamás köszönetet mondott azoknak, akik segítik a koronavírus elleni védekezést és fellépést. Szerinte ugyanakkor az egészségügy területén van jelenleg a legnagyobb nyomás és probléma hazánkban. Szerintem Magyarországon nagyon fontos lenne, hogy azonnali hatállyal megkönnyítik és felgyorsítják az egészségügyi intézmények és kórházak műszer beszerzését. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kiemelte, az egészségügyi intézmények felkészültek, a kormány minden forrás biztosít a koronavírus elleni védekezésre, és teljes a nyilvánosság az új vírus ügyében. Az is fontos, hogy napi 24 órában, akár e-mailen, akár telefonon lehet információkat kérni, mindenki számára ez biztosított. A
Jobbik frakció vezetője a koronavírus elleni védekezést bírálta. Jakab Péter szerint a kormány jobban felkészülhetett volna. Itt van a koronavírus, fel lehetett volna rá készülni modern egészségügyi ellátással, megfizetett szakdolgozókkal, felszerelt háziorvosi rendelőkkel. Ehhez képest az ágazatban romokban hever akkor, amikor toppon kellene lennie. Orbán Balázs álszentséggel vádolta Jakab Pétert az egészségügy állapotával kapcsolatban. A számok kristálytisztán azt mutatják, hogy jelen pillanatban 700 milliárd forinttal több van az egészségügyben, és 6000 orvossal több dolgozik a magyar kórházakban és az ellátó intézményekben, mint 2010-ben. A miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt mondta, a Jobbik most azokkal van szövetségben, akik 2002 és 2010 között elsorvasztották az egészségügyet. Nemzetközi videokonferenciát tartott délelőtt Izrael és 7 európai ország vezetője a koronavírus terjedésével kapcsolatban. Ezen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vett. A konferencia beszélgetésen az olasz miniszterelnök, az osztrák kancellár, a horvát, a bolgár és a román miniszterelnök, valamint a ciprusi elnök is részt vett. A mintegy egyórás tanácskozáson értékelték a koronavírus járvánnyal kapcsolatos helyzetet, és megállapodtak az egyes nemzeti intézkedések összehangolásáról. Megállíthatatlanul terjed a koronavírus Nyugat-Európában és a Közel-Keleten. A fertőzöttek száma nagyot ugrott egyetlen nap alatt több helyen is. Spanyolországban, Franciaországban és Németországban már több mint 1000 betegek, Iránban pedig 48 óra alatt csak nem 1400-an fertőzöttek meg. A perzsa országban 70 000 rabot szabadon engednek, hogy megakadályozzák a járvány kitörését a börtönökben. Közben Kínában lecsengőben van a vírus, Wuhanban az átmeneti kórházakat is elbontják. A koreai járványügyi központ hétfő esti összesítése szerint 165 új eset volt egy nap alatt. A távol-keleti ország negyedik legnagyobb városában egy újabb gócpontra is bukkantak. A betegség tömeges terjedéséért hibáztatott vallási közösség egyik ingatlanát katonák próbálták fertőtleníteni. Ez alatt a járvány kiinduló pontjában, a kínai Wuhanban sorra hagyják el a kórházakat az emberek. Országszerte több mint 50 000 épültek fel a betegségből, ezért be is zárták a múlt hónapban átadott átmeneti kórházakat. A Közel-Keleten azonban egyre nagyobb méreteket ölt a járvány. Iráni gócpontjában vasárnap jegyezték eddig a legtöbb új fertőzöttet. Az igazolt betegek száma országosan meghaladja a 7000-et. Az iskolák és egyetemek ezen a héten sem nyitják meg kapuikat, 15 tartomány pedig továbbra is vesztek záralat marad. Az állami légitársaság vasárnap törölte összes európai járatát. A szigorú korlátozásokat leghamarabb a perzsa új év napján, áprilisban oldhatják fel. Hétfőn mintegy 70 000 elítéltet engedtek szabadon a börtönökből Iránban. A főügyész reményei szerint így meg lehet előzni egy tömeges járványt a fegyintézetekben. Hétfőn megérkezett a kaliforniai partokhoz, és rögtön vesztegzár alá került a Grand Princess nevű luxushajó, fedélzetén mintegy 2400 utassal. A hétvégén kellett volna lehorgonyozni a San Franciscóban. Erre azonban nem kapott engedélyt, miután kiderült, a hajón korábban 12 fertőzött ember is utazott. A Grand Princess utasai és személyzete nem hagyhatja el a hajót. Az Aucklandi kikötőből karanténba kerülnek, és mindannyiukat kivizsgálják. Számos európai országban, így Németországban is hétfőn regisztrálták az eddig mért legnagyobb ugrást az új koronavírus terjedésében. Franciaországban, ahol az 1200-at is meghaladja már az igazolt esetek száma, az egészségügyi miniszter szigorú korlátozásokat hirdetett meg. Országos szinten minden 1000 főnél nagyobb létszámú rendezvényt betiltunk, mondta, majd hozzátette, kritikus időszak elé néz Franciaország. A következő hetekben várhatóan ugrásszerűen megnőhet a betegek száma. Spanyolországban is rekordokat döntöget a járvány. Hétfőn több mint 300 új fertőzést regisztráltak, ezzel a betegek száma elérte az 1000-et. Vörös színű sátrakban hozták létre az elkülönítő területeket ebben a varsói kórházban. Itt vizsgálják ki a fertőzés gyanús eseteket. Hétfőn 5 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak Lengyelországban, ezzel 16-ra emelkedett a betegek száma. Egyikük egy idős férfi állapota válságos. Rajtuk kívül több mint 170 ember tartanak kórházi megfigyelés alatt, és 4000-en vonultak önkéntes otthoni karanténba. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök hétfőn bejelentette, szigorú korlátozásokat vezetnek be a német és a cseh határ mentén. Európában az elsők között vezetünk be higiéniás ellenőrző intézkedéseket a határátkelőkön, a német és a cseh határokon, mondta a kormányfő, majd hozzátette, indítványozni fogja, hogy a kormány betiltsa a tömegrendezvényeket Lengyelországban.
A cseh hatóságok már hétfőtől szigorították a közúti ellenőrzéseket. Szúrópróbaszerűen vizsgálják az autósokat a határátkelőkön, ahol angol, német, olasz és cseh nyelvű tájékoztatókat is osztogatnak. Andrej Babis cseh miniszterelnök hétfőn jelentette be, országos kórházlátogatási tilalmat rendeltek el. Betiltjuk a látogatást az idős otthonokban és a kórházakban, kivéve a gyermekek, testi fogyatékossággal élők és a végső stádiumban lévő betegek esetében, mondta a cseh miniszterelnök. Drasztikus lépésre szánták el magukat a szlovák hatóságok is. Pozsonyban hétfőn zárva maradt az összes közintézmény, Kongnak az ürességtől a főváros múzeumai, könyvtárai és uszodái. Elrendelték az összes iskola és óvoda bezárását is. Kedden már minden diák otthon maradhat. Olaszországban már 463 áldozata van a fertőzésnek, és több mint 9000-en betegedtek meg. A járvány kitörését az ország legsötétebb órájának nevezte a kormányfő. A hatóságok mindeközben elkezdték betartatni a több mint 16 millió embert érintő karantén előírásait. Védőmaszkos rendőrök ellenőrzik az autósokat Lombardiában. A koronavírus járvány miatt már a tartomány egészét és 14 megyeszékhelyet vontak vesztek zár alá. Az olasz kormány vasárnap jelentette be a karanténzónák kibővítését. Ez szerint tilos a be- és kiutazás Lombardia egész területére. Emilia-Románia tartományban, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia és Rimini megyékbe. Piemont, illetve Marche tartományokba. A járvány második legnagyobb gócpontjának tartott Veneto már korábban vesztek zár alá került. A karantént most Padovára, Veneziára és Trevizóra is kiterjesztették. Rendőrségi engedély nélkül senki sem léphet be vagy távozhat a lezárt régiókból. Aki megszegi a szabályokat, 200 eurós bírságot, valamint 3 hónapig terjedő börtönbüntetést kockáztat. A rendelkezés mintegy 16 millió embert érint. A vesztegzár híre vasárnap hatalmas káoszt okozott. Rengetegen próbáltak kijutni az észak-olasz településekről. A többségében déli területekről származó munkavállalók és diákok is elindultak hazafelé. A déli tartományok kormányzói megállásra szólították fel az útrakelőket, ez azonban nem sokat használt. Nápolyba tömegével érkeztek az emberek. A hatóságok a buszpályaudvarokon és a vasútállomásokon testhőmérsékletet mérnek, hogy kiszűrjék az esetleges fertőzötteket. Eközben Milánóban hétfőn szinte teljesen megállt az élet. Üresen tátongott a katedrális. A világhírű milánói Scalában törölték az előadásokat, és bezártak a múzeumok. Az emberek félnek, legalábbis ez derül ki az e-mailekből. A munkám miatt gyakran járok külföldre, de most minden utazást töröltek. A barátaim pedig már csak az interneten érdeklődnek felőlem, mondta egy járókelő. Velencében is alig lézengtek az utcákon. A gondolások hiába várták a turistákat. Az éttermek ugyan nyitva tartanak, a vendégek azonban elmaradtak. Az utazási irodák törölték a foglalásokat. A legtöbb külföldi légitársaság is felfüggesztette járatait az észak-olasz városokba. Giuseppe Conte Olaszország legsötétebb órájának nevezte a koronavírus járvány kitörését. Az olasz kormányfő szerint azonban az ország le fogja küzdeni a betegséget. Arra kérte az embereket, hogy tartsák be a szükséges óvintézkedéseket. Több olasz politikus is elkapta a fertőzést. Nicola Zingarettit, a Demokrata Párt főtitkárát az otthonában kezelik. Piemont tartomány kormányzója a közösségi oldalán jelentette be, hogy ő is megbetegedett. A koronavírus tesztem pozitív lett, ezt nem lehet másképp mondani. Múlt szerdán még a koronavírus miatt összehívott válságülésen vettem részt Rómában, mondta Alberto Cirio. A koronavírus miatti intézkedések az olasz fegyintézeteket is elérték. Több mint 27 börtönben lázadás tört ki a látogatások felfüggesztése miatt. Páviában a rabok őröket ejtettek túszul, Milánóban a fogvatartottak felmásztak a börtön tetejére, Modenában pedig gyújtogattak és kifosztották a börtönkórházat. A zendülésben legkevesebb 6 rab életét vesztette. A járvány miatt mindössze egy napos plenáris ülést tart az Európai Parlament a szokásos 4 napos helyett. A helyszínt már eleve áttették Strasbourgból Brüsszelbe, mert így csökkenthető az egészségügyi kockázatot jelentő utazások száma. Hétfőn pedig tovább szigorítottak a védelmi intézkedéseken. A keddi egyetlen ülésnapon vitáznak majd a képviselők a koronavírus járványról, az uniós költségvetésről és a görög-török határon kialakult helyzetről. A szavazás pedig a nagyszámban hiányzó képviselők miatt nem is lesz.
Brüsszelben próbálják megoldani a múlt héten Görögországban kirobbant migrációs válsághelyzetet. Az EU központjába utazott Recep Tayyip Erdoğan. A török elnöknek nem titkolt célja, hogy újabb euromilliárdokkal térjen vissza Ankarába. Elemzők szerint nem várható, hogy könnyen megállapodnak majd a felek, addig pedig maradnak a szinte már háborús állapotok a görög-török határon. Kamionszám érkeznek a pengés dróttal megerősített kerítéselemek a görög-török határra. Atén kibővíti a határzárat, mert amióta Törökország nem tartja vissza a migránsokat, a görög hatóságok a határzárnál több ezer illegális határátlépést hiúsítottak meg. Már 10 napja rossz a helyzet itt Évrosz elöljáróságban a határnál. Zárva tartjuk a határainkat az illegális migránsok előtt. A helyzetet az ellenőrzésünk alatt tartjuk, nyilatkozta a Híradónak a görög határőrség egyik tagja. A megerősített védvonal már dupla kerítés sorból áll majd, a köztük lévő részre pedig pengés drótot feszítenek ki. A többségében afgán és pakisztáni migránsok ugyanis nem válogatnak az eszközökben, hogy áttörjenek a kerítésen. A migránsoknak szabad utat biztosító Törökország még több uniós támogatást és a 2016-os menekültügyi egyezmény felülbírálatát kérte Brüsszeltől. Drámai és elítélendő zsarolási kísérletnek nevezte Törökország viselkedését a görög határnál kialakult válsághelyzetben az osztrák védelmi miniszter. Claudia Tanner egy bécsi laktanyában tett látogatásán hangsúlyozta, Ankara visszaél az emberek helyzetével. A belügyminiszter, aki elkísérte minisztertársát a látogatásra, arról beszélt, hogy a török-görög határnál kialakult helyzet Recep Tayyip Erdoğan török elnök próbálkozása, hogy nyomás alá helyezze Görögországot és az egész Európai Uniót. Karl Nehammer hangsúlyozta, 2015 képei nem ismétlődhetnek meg. Recep Tayyip Erdoğan ma Brüsszelben az unió vezetőivel tárgyal. A török elnököt Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is fogadja. Görögországnak is és a migránsoknak is segítségre van szüksége a török határnál jelenleg kialakult helyzetben, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még a találkozó előtt. A német politikus hozzátette, az Európai Bizottság elismeri Törökország erőfeszítéseit a migrációs kérdésekben, és szerinte a mostani tárgyalás csak a kezdete egy új párbeszédnek az Unió és Ankara között. Hollandiában elkezdődött a Kelet-Ukrajna felett lelőtt maláj utasszállítópere. Bár a büntetőügynek 4 vádlottja van, egyikük sem ül a vádlottak padján, ugyanis sem ők, sem Oroszország nem ismeri el a felelősségét a csaknem 300 ember halálát okozó rakéta elindításáért. Füstölgő és égő roncsok mindenütt. Csak ennyi maradt a malajziai légitársaság repülőgépéből. Az MH17-es Amsterdamból Kuala Lumpurba tartó járatot 2014. július 17-én lőtték le Kelet-Ukrajna fölött. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a 298 utas, többségében hollandok és ausztrálok, valamint a legénység is életét vesztette. A nemzetközi nyomozó csoport csak nem 5 évvel később nevezte meg a tragédia 4 feltételezett felelősét. 3 orosz és 1 ukrán állampolgárt gyanúsítottak meg. A vád szerint ők látták el a kelet-ukrajnai szakadárokat azzal az orosz gyártmányú légvédelmi rakétával, amivel az utasszállítót lelőtték. Így felelősség terheli őket csak nem 300 ember haláláért. Ez már Hollandia. Az áldozatok hozzátartozói egymástől elve gyülekeztek Cipol bírósági épülete előtt, ahol 7 reggel kezdték a 6 évvel ezelőtti támadás feltételezett felelőseinek elszámoltatását. Nagyon szomorú, ugyanakkor csodálatos nap ez nekünk hozzátartozóknak, hiszen végre megkezdik a tárgyalást. Fontos, hogy mi hamarabb kiderüljön az igazság, mondta ez a holland férfi, aki bátyját, sógornőjét és unokaöccsét veszítette el a tragédiában. Mi a 30 éves fiunkat vesztettük el, nem tudjuk, mit hoz a tárgyalás, sok szempontból bonyolult ügyről van szó, nem hinném, hogy Oroszország valaha is vállalja majd a felelősséget. Olyan ajtón kopogtatunk, ami soha nem nyílik meg előttünk, vélekedett egy másik érintett családapa. Ahogy az várható volt, a vádlottak nem jelentek meg a hollandiai bíróságon. A tárgyalást így a távollétükben kezdték meg, az áldozatok nevének felolvasásával. A tárgyalást megelőző napon, vasárnap az áldozatok hozzátartozói 298 fehér széket helyeztek el a hollandiai orosz nagykövetség előtt, úgy rendezve azokat, mint egy utasszállító üléseit. Az orosz kormány ugyanis 2014 óta következetesen tagadja, hogy felelős lenne a repülőgép katasztrófájáért.
Erdélyszerte több tucatnyi március 15-i rendezvényt érint, hogy Romániában a koronavírus óvintézkedések miatt március végéig betiltották a tömegrendezvényeket. Holnap a Székely Szabadság napján elmarad a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyi autonómia tüntetése is. Marosvásárhelyről Izsák Ildikó mondja a részleteket. Jó estét kívánok! A Székely Vértanúk emlékművénél vagyunk, és 2013 óta, március 10-én a Székely Szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács ugye itt tartotta több ezres megemlékezését, ez pedig autonómia felvonulás követte a város főterére. Idén azonban mindkét esemény elmaradt, tehát vasárnap a román operatív törzs bejelentette, hogy március 31-ig betiltanak minden olyan tömegrendezvényt, amelyen 1000-nél több résztvevő van jelen. Ezt követően a Székely Nemzeti Tanács is lemondta a holnap délutánra hirdetett tömegtüntetést. És hogy nem alaptalan az óvatosság, ugye az is bizonyítja, hogy itt a környéken is megjelent már a kor. Egy Marosvásárhely melletti településen, Maroskeresztúron azonosítottak tegnap egy koronavírus fertőzöttet. Izsák Balázs az Autonómia Mozgalom elnöke és a marosszéki vezetői, egy kis csoportról van szó, holnap koszorúznak a mögöttem látható emlékműnél, és azokat, akik készültek az autonómia tüntetésre, pedig arra kérik, hogy a napjukat szenteljék a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés népszerűsítésére és hát az aláírás gyűjtésre. Sepsiszentgyörgyön azonban megtartják a Székely Szabadság napi megemlékezést a Turul téren, holnap helyi idő szerint 10 órakor, ehhez különben megkapták a szükséges engedélyeket, például a közegészségügyi igazgatóságtól. Ugye ez azért lehetséges, mert ide legfőnebb 250 embert várnak. Idén tehát itt hangzik el a Székelyföldnek autonómiát követelő kiáltvány. Romániában ma egyébként további szigorításokat vezettek be, hogy megakadályozzák a koronavírus terjedését. A legfrissebb ír az, hogy szerdától egyelőre március 22-ig, tehát másfél hétre felfüggesztik a tanítást, és ma különben újabb két esettel 17-re emelkedett a fertőzöttek száma az országban. Izsák Ildikónak köszönjük szépen. A Vajdasági Magyar Szövetség átadta választási listáját a választási bizottságnak. Az áprilisi választásokon a VMS egyedüli pártként képviseli majd a magyarokat. Pásztor István, a párt elnöke elmondta, bízik abban, hogy pártja folytatni tudja a 10 évvel ezelőtt megkezdett munkát. Az elnök szerint az elkövetkező ciklusban a képviselők legfontosabb feladata továbbra is a kisebbségvédelem lesz. Mi egy kisebbségi közösség vagyunk. De 100 év után is úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk másodrendűek. Nem fogadjuk el, eddig se fogadtuk el, és ezután se fogadjuk el, hogy a fejünk fölött döntsenek. Azt szeretnénk, és abban vagyunk érdekeltek, hogy mi hozzuk meg azokat a döntéseket, amelyek befolyásolják a mindennapjainkat. 2020 az erős magyar nemzeti közösségek éve, amelynek programjaira 1 milliárd forintot biztosít a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. Potápi Árpád János azt mondta, a tematikus évről a magyar állandó értekezlet döntött tavaly novemberben. Úgy fogalmazott, a programok párhuzamosan zajlanak a trianon évfordulóhoz kapcsolódó nemzeti összetartozás évével. Hozzátette, az erős magyar közösségek éve programsorozat ötvözi a jelenleg futó programokat is. A legfontosabb célunk ebben az évben, hogy megmutassuk önmagunknak és a világnak is azt, hogy erősek vagyunk a magyar közösségeink szerte a világban, Magyarországon, Kárpát-medencében és a diaszporában is megerősödtek, és ezeket az erős közösségeket szeretnénk a nemzet számára is bemutatni. Magyarország és Lengyelország kölcsönösen számíthat egymásra, ezt szögezték le Budapesten azon a rendezvényen, amelyen a krakkói Jagelló Egyetem lengyel filozófia professzora tartott előadást. A kommunizmus emlékezete és új törésvonalak Európában címmel tartott előadást hétfő este a Várkert bazárban Richard Legutko. A Jagelló Egyetem lengyel származású filozófia professzora a 21. század intézet meghívására érkezett Budapestre. Előadásában arról beszélt, a nyugat mindig megpróbál bennünket irányítani, de Közép-Európa mostanra öntudatra ébredt. Kelet-Közép-Európa mostanáig nem tudta maradéktalanul kiaknázni az itt élő lakosság nagy számából, kulturális eredményeiből, hagyományaiból fakadó történelmi lehetőségeket. Összetett és némiképp tragikus történelmünk miatt mindeddig nem tudtuk betölteni ezt a szerepünket. De az Európai Unió jelenlegi válságát és Nyugat-Európa tehetetlenségét látva, talán most eljött a mi időnk. Az elmúlt években
a közép-európai együttműködés reneszánszát éri. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, Magyarország leghűségesebb szövetségese az Európai Unióban ma Lengyelország. Gulyás Gergely kiemelte, ahogy az elmúlt évszázadban, úgy most is kölcsönösen számíthat egymásra Lengyelország és Magyarország. Mi tudjuk, hogy milyen értékes a szabadságunk, amit nem vagyunk hajlandók átengedni senkinek. Demokratikus úton szerezhető meg ez a hatalom. Éppen ezért büszkék vagyunk arra, hogy 30 esztendővel ezelőtt Magyarország és Lengyelország is élen járt azok között az országok között, akik kivívták Közép-Európa szabadságát. Az Ötvös József előadások című rendezvénysorozatot 2015-ben indította útjára a 21. század intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány. Két újabb pályázatot hirdetett a kormány az 5000 fő alatti települések számára. Összesen 10 milliárd forint jut az önkormányzati utak és járdák felújítására vagy építésére. A most bejelentett két új lehetőséggel 5-re emelkedett a Magyar Falu programban idén meghirdetett pályázatok száma. A cél, hogy javítsák az életminőséget a falvakban. Fa, fólia, csere történt és a cserépnek a cseréje. Teljesen megújult ennek az orvosi rendelőnek a tetőszerkezete a békés-megyei Telekgerendáson. Pár hónap múlva pedig a szolgálati lakásokat, az utakat és a járdákat is felújítják. Az 1500 fős település csaknem 16 millió forint támogatást kapott erre a Magyar Falu programban. Igyekszünk minél többet pályázni, hiszen csak ezzel a lehetőséggel tudjuk a települést úgy fejleszteni, hogy élhetővé tegyük, szerethetővé és lakhatóvá. És arra törekszünk természetesen, hogy a lakosok helyben maradjanak. A kormány most újabb két pályázatot hirdetett. Az 5000 fő alatti települések összesen 10 milliárd forint értékben pályázhatnak önkormányzati utak, hidak, járdák építésére, illetve felújítására. Nem csak belterületi utak felújítására, illetve építésére lehet pályázni, hanem külterületi utak építésére is. A lényeg az, hogy önkormányzati tulajdonban, illetve önkormányzati kezelésben legyen. A most bejelentett két új lehetőséggel már 5-re emelkedett a Magyar Falu programban idén meghirdetett pályázatok száma. Ezekre április 8-ától május 8-áig lehet majd pályázni. Magyarok eltökéltebbek az uniós átlagnál a környezetük védelmében, ez derül ki az Európai Bizottság friss felméréséből. Az adatok szerint a magyar válaszadók leginkább az egyre növekvő szemét mennyisége miatt aggódnak. A kormány 8 pontos klímavédelmi akcióterve július 1-én az illegális hulladéklerakók felszámolásával indul. Létrejön egy új hatóság és több szabályt is szigorítanak. Páradt olajjal teli petpalackok, autógumi, törött műanyag szék. Ez a látvány fogadja azokat, akik a Debrecen melletti erdőben kirándulnának. Az erdészek nem győzik elszállítani az illegális szemetet. Amint felszámolnak egy helyszínt, másnap újabb kupacok jelennek meg. Ez már Veszprém, ahol a helyiek csaknem 200 zsáknyi szemetet szedtek össze a hétvégén. A város hulladékgazdálkodási központjának vezetője azt mondja, érthetetlen, hogy aki autóba teszi a szemetét, miért nem a kijelölt helyre viszi, ahol ingyen átveszik még a veszélyes hulladékot is. Ugyanakkor hozzátette, egyre többen vannak, akik a hatóságok munkáját segítik. Nagyon sok az a civil megmozdulás, amikor a környékbeli erdőket, zöld területeket meg akarják tisztítani ezektől az illegális hulladéklerakóktól. Ezen a hétvégén szombaton éppen Jutaspusztán volt egy ilyen civil kezdeményezés. Szigorúbb környezetvédelmi szabályokra lenne szükség, ez derül ki az Európai Bizottság friss felméréséből. Mi magyarok sokkal tudatosabbak és eltökéltebbek vagyunk az európai átlagnál. A fenntarthatóságért is felelős államtitkár elmondta, a több mint 27 ezer uniós állampolgár részvételével készült jelentésből látszik, hogy a magyarok az egyre növekvő szemét mennyisége miatt aggódnak leginkább. Ugyanakkor eltökéltebbek is az uniós átlagnál. Boros Anita emlékeztetett, a kormány 8 pontos klímavédelmi akcióterve július 1-én az illegális hulladéklerakók felszámolásával indul, és addig akár 15 jogszabályt is szigoríthatnak. Nem csak a szankciókat, tehát a büntetőjogi szankciókat, a szabálysért és a közigazgatási szankciókat kell megfelelőképpen szigorítani, hanem szigorítanunk kell azokat az előírásokat is, amelyek a teljes termékláncra vonatkoznak, annak érdekében, hogy minél kevesebb termék kerüljön a lerakóba. Az államtitkár arról is beszélt, július 1-ével megkezdi munkáját a hulladékgazdálkodási hatóság, amelynek az a feladata, hogy felszámolja az illegális lerakóhelyeket és ellenőrizze az erdők és a közutak mentén fekvő területek
tisztaságát. Boros Anita azt mondta, az új, több száz fős szervezet többek között mezőrökből, erdészekből és közterületfelügyelőkből fog állni, akik állampolgári bejelentés alapján is intézkedhetnek majd. A Párbeszéd szerint a Fidesz nem gondolta komolyan zöld fordulatát, ezt arra reagálva mondta a párt országgyűlési képviselője, hogy a kormánypártok leszavazták a Párbeszéd törvényjavaslatának napirendre vételét. Tordai Bence szerint ezzel a Fidesz kibújt az alól, hogy egy valódi zöld fordulatot jelentő elképzelés kerüljön az országgyűlés elé. Sokkal ambiciózusabb klímacélokat rögzít. Másrészt 14 darab önmagában is komplex pontban rögzíti, hogy mi lenne a kormány feladata, mi lenne a tartalma annak a klímavédelmi törvénynek, amelyet a kormánynak ki kellene dolgozni és az országgyűlés elé terjesztenie. Az MSZP és a DK sem baloldali párt, ezt Szanyi Tibor mondta a Kossuth Rádióban. A szocialisták egykori EP képviselője úgy látja, a két párt ahelyett, hogy szociális kérdésekkel foglalkoznak, kizárólag a hatalmi harcokkal van elfoglalva. Szanyi Tibor beszélt az általa alapított, röviden ISZOM elnevezésű pártjáról is, szerinte az ISZOM jó név, mert felvidítja az embereket. A Magyar Szocialista Párt 2006 óta szinte bukásról bukásra jutott. Bukott és agyhalott pártnak nevezte Szanyi Tibor az MSZP-t évelején, miután otthagyta pártját, melynek 22 éven át tagja, európai parlamenti képviselője és egy ideig alelnöke is volt. A szocialisták oszlopos tagja nem sokáig maradt a háttérben. Igen, szolidaritás Magyarországért, röviden ISZOM néven alapított pártot. A névválasztás nem véletlen. Erről a Kossuth Rádióban beszélt Szanyi Tibor. Vidám Magyarországot szeretnének, az ISZOM pedig szerinte nagyon is jó arra, hogyha kis időre is, de felvidítsa az embereket. Hosszas tanakodás után azt mondtam, hogy tulajdonképpen én ezt mindezajlakül vállalhatónak tartom, minek utána, hogyha a programunkban benne van az, hogy mi egy vidám Magyarországot szeretnénk. Hát, hogyha ez valakinek egy 5 percnyi boldogságot okoz, akkor már megvalósítottuk a programunknak egy részét. Az országot felvidítanák, a szociális válságot pedig felszámolnák. Szanyi Tibor utóbbi kapcsán keményen bírálta az MSZP-t, szerinte egykori pártja már régóta nem foglalkozik szociális kérdésekkel. Én nem tudok másik baloldali pártról. Mit az MSZP nem az? Mitől baloldali párt az, aki évek óta csak az ilyen lista, olyan lista, milyen lista nevű gondolatkörben pörög-forog. Elnézést, másról nem is beszélnek. Jó, mit tudom, 100 mondatból egy esetleg az, hogy ja, tényleg kéne valamit kezdeni a nyomorral is. Szanyi Tibor nem csak az MSZP-t, hanem a Gyurcsány Ferenc vezette DK-t sem tartja igazi baloldali pártnak. Azok a pártok, amik nem a szociális válsággal foglalkoznak, hanem az egymás közti helyezkedéssel, azok nem baloldali pártok. Azok nagyon derék, mit tudom én, milyen pártok, nem akarom őket minősíteni, de baloldali semmiképpen. Hát elnézést, a baloldal az az emberekről szól, a tömegekről szól. Hát ezek a pártok egy kukkot nem beszélnek az emberekről. Szanyi Tibor szerint a baloldali pártoknak a tömegekhez kell szólniuk. Azonban úgy látja, hogy sem az MSZP, sem a DK nem beszél az emberekről. Kizárólag a hatalmi harcokkal vannak elfoglalva. Több ember is életét vesztette lavinaomlásban Ausztriában. Dachstein környékén 5 túrázó sodort el a lezúduló hó. Ők a figyelmeztetések ellenére indultak útnak a térségben. A kiérkező mentők már nem tudtak rajtuk segíteni. Egy osztrák rendőr pedig az ország legmagasabb csúcsa, a Großglockner közelében vesztette életét. Őt is a hó temette maga alá. Sífelszereléseikkel együtt igyekeznek a helikopterhez az osztrák hegyi mentők. A felső ausztriai Dachstein hegység lábaitól egymás után több mentőegység is elindult. Lavinaomlás miatt riasztották őket vasárnap délelőtt. A lavina a hegy északi oldaláról zúdult le, a szemtanúktól azt az információt kaptuk, hogy a hó több túrázót is magával sodort. Mintegy 150 főből álló egységet mozgósítottunk, 7 helikopterrel és több mentőkutyával indultunk a keresésükre, mondta a mentés műveleti vezetője. A 2800 méter magas hegycsúcsról mintegy fél kilométeres lavina zúdult le, nagyjából 150-200 méter szélességben. Az elmúlt napokban hullott hó mennyisége miatt veszélyre figyelmeztettek aznap a szakemberek az Alpokban. Egy cseh csoport ennek ellenére indult túrázni, 5 közülük életüket vesztették. Az előrejelzések alapján számítani lehetett a lavina veszélyre, ezért úgy gondoljuk, a hóomlást nem a túrázók válthatták ki. Amikor az első áldozatokat megtaláltuk, láttuk, hogy nincs náluk lavina jeladó. Nem voltak felkészülve a veszélyre, mondta a Hallstatti mentőegység vezetője, aki hozzátette, a túrázókat fél méternél is vastagabb hótakaró temette maga alá. A gyors segítség ellenére az életüket már nem lehetett megmenteni.
Szintén vasárnap egy 33 éves osztrák rendőrt sodort el a hó a Grossglockner csúcs közelében. A férfi éppen egy havas gyakorlaton vett részt. A lavinát ő sem érte túl. Itthon kiderült, hogy mi okozta a szombati robbanást egy váci 10 emeletes házban. Két fiatal egy világháborús kézigránátot izzított fel a tűzhelyen, mert úgy tudták, hogy már hatástalanítva van. A robbanás miatt több mint 100 embernek kellett elhagyni otthonát. Mintha a ház felrobbant volna. Megijedtem nagyon. Még hétfőn is feldúltan mesélt a szombatesti váci robbanásról Rácné Bozsó Mária. Az idős hölgy azt mondta, soha nem tapasztalt még hasonlót. Néztem a tévét, és akkor egy nagy robbanás, megijedtem, nagyon megijedtem, és akkor mondom, kinézek, jöttek le fel a lépcsőn, nagyon sokan, látom, hogy roham mindenki, bemondta valaki, hogy mindenki hagyja el a lakást. A robbanás miatt több ablak kitört, egy válaszfal kidőlt, és megrongálódott a gázvezeték is, de tűz nem keletkezett. A lakást használó két férfi könnyebben megsérült. Összesen 108 embernek kellett elhagynia az otthonát. A közeli általános iskolában töltötték az éjszakát. Sokan még mindig félnek az otthonaikban. Hétfőre vált biztossá, hogy nem gázrobbanás történt, hanem egy világháborús gránát robbant be a váci társasházban. Magyarán mondva, bombán ültünk, és ugye a lakók semmit nem tudtak ebből, semmi látható nyom nem volt, csak hát ugye amikor már megtörtént a baj. A mögöttem látható 10 emeletes társasház egyik harmadik emeleti lakásában élő testvérpár évek óta hatástalanított robbanó eszközöket gyűjtött. Arról a szomszédok is hallottak, hogy a harmadik emeleti lakás használói dísztárgyakat készítettek a világháborús relikviákból. A rendőrségi vizsgálat szerint szombaton a gáztűzhelyen izzítottak egy robbanó szerkezetet, ez okozta a robbanást. A két férfi egy hatástalanítottnak vélt második világháborús gránátot melegített meg a gáztűzhelyen, amikor a detonáció történt. Kollégáim a ház átkutatása során további különböző hatástalanítottnak vélt fegyvereket, lőszereket, második világháborús relikviákat, harcászati eszközöket találtak. A gyanúsítottak a gránátot egy kókai férfitól vették, akit a terrorelhárítási központ közreműködésével fogtak el. A két váci férfi ellen robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaélés gyanúja miatt indult eljárás. 4 éves lett az a fővárosi kávézó, ahol szinte csak fogyatékossággal élő emberek dolgoznak. A kávézó azonban jóval több egy egyszerű vendéglátóhelynél, közösségi tér is lett az elmúlt években. Ma a születésnapi ünnepen ismert emberek is a pult mögé álltak. Sipos Mónika felszolgálóként dolgozik a most 4 éves Premier Kult Caféban Budapesten. A 34 éves nőnek hallókészüléke van, de észre sem veszik a vendégek, annyira otthonosan mozog közöttük. Vannak törzs vendégeink, és nagyon sokszor visszatérő vendégeink, és velük szoktam egy pár szót váltani, és hát nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek. A kávézóban Down-szindrómások, autisták és értelmi sérültek dolgoznak. A munkatársak kiválasztása ugyanúgy történik, mint bárhol máshol. Amikor az első állásinterjú megtörténik, fölmérő készül nyilván, hogy milyen szinten van, mi az, ami készségfejlesztést igényel. Arra is törekszem, hogy minden munkatárs minden feladatot lépésenként elsajátítson, és nagyon fontos, hogy mindezt örömmel és sikeresen végezze. A születésnap alkalmából ismert emberek is a pult mögé álltak. Hegyi Barbara azt mondta, nagyon precízen és alázatosan végzik a rájuk bízott feladatokat az itt dolgozók. Nagyon fontos cél, hogy ők dolgozni tudjanak, és legyen egy olyan hely, ahol az ő munkájuk fontos, mert ez a mindennapjaikban szerintem nagyon meghatározó. A saját önértékelésüket ez nagyon, nagyon komolyan befolyásolja. Bétót László sem maradt sokáig munkanélkül. Az én feladatom az elsősorban az, hogy kávét főzzek, meg is tettem, aztán kezemben nyomták ezt a tálcát, és ezt a tálcát kell körbevinnem, és mindenkit megkínálom vele. Az elmúlt 4 évben több olyan dolgozót is kinevelt a Kult Café, aki már el is helyezkedett a munkaerőpiacon. Mától lehet jelentkezni a színházi kultúrát a kis településekre eljuttató Dériné programba. Azokat várják, akik szeretnének a településükön színházi előadásokat bemutatni, vagy akik vidéken is játszanák a meglévő vagy éppen készülő előadásaikat. A program csaknem 1 milliárd forintból indul.
Móricz Zsigmond Forró mezők című darabját próbálták hétfőn a Budapesti Nemzeti Színházban. A díszlet és a színészek száma is alkalmassá teheti a darabot, hogy az ország bármelyik színházában bemutathassák azt. Ezzel a céllal született meg a Déri Népprogram, hogy a lehető legszélesebb körben elérhetővé váljanak a minőségi színházi előadások. Meggyőződésem, hogy a legkisebb települések is megérdemlik a minőségi produkciókat, és ahány ilyen utunk megvalósult most a Nemzeti Színházból, annyiszor éreztük azt, hogy mennyire többet kéne még megtenni, megvalósítani. Micsoda igény és várakozás van annak kapcsán, hogy egy-egy produkció eljut olyan helyekre, ahol sohasem jutnak el, vagy nagyon-nagyon ritkán. Mától lehet jelentkezni az interneten a Déri Népprogramba. Weboldalukon közösségi házak és kisebb színházak regisztrálhatnak, valamint azok a társulatok, amelyek elvinnék a műsorokat olyan helyre, ahol nincs lehetőség a rendszeres színházba járásra. Akkor, amikor a Déri Népprogramba programot a magyar kormány életre hívta, akkor abból indult ki, hogy tennivalónk van. A kultúra nem csak egy szűk kultúra értő elitnek a kiváltsága, hanem bizony valamennyi magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy hozzájusson a kultúra szinte minden szeletéhez, így a színházművészethez is. Egy ilyen asszony, mint én, élhet így egy ilyen fatuskó mellett, mint maga. A programra mintegy 1 milliárd forintot különített el az állam. A cél, hogy minél több színházi produkció, közszínházi vagy független társulat jelentkezzen, és előadásaikkal rendszeresen játszanak a kis településeken. Nem sokára híradó az M5-ön és Néver Igorral. Szervusz Bogi, jó estét kívánok, és mondom a részleteket. Hamarosan útra kelnek az Iparművészeti Múzeum különlegességei. Összesen 241 műtárgy készülődik a felkelő nap országába. Aztán mutatjuk, milyen bemutatóval készül jubileumára a 10 éves Duda Éva társulat ma este a Nemzeti Táncszínházban. Híradónk után folytatódik az Ez itt a kérdés rendszerváltoztatással foglalkozó sorozata, melyben az egykori MSZNP reformköreivel foglalkozunk. Vendégünk lesz Géczi József, Brussel László és Posgai Imre egykori titkára Vas László. Hamarosan kezdünk, érdemes lesz velünk tartani. Igor, köszönjük szépen! Újabb expedícióra készül, és most először potyautasokat is szállít az a tenger alattjáró, amely tavaly mélységi rekordot állított fel a Mariana-árokban. A kutatók ezúttal az Indiai-óceán eddig ismeretlen mélységeibe merülnek le, és több mint 4 órát töltenek majd ott. 3 szerencsés turista is csatlakozhat hozzájuk. Daru segítségével emelik magasba, majd bocsátják vízre azt a speciális tenger alatt járót, amely néhány nap múlva indul újabb mélységi felfedező körútjára. És ezúttal potyautasokat is szállít. Az 5 hetes expedíció során a kutatók az Indiai-óceán mélyére ereszkednek le. A tudósok arra számítanak, hogy újabb, eddig ismeretlen élőlényekkel is találkoznak. Mindig azt kérdezik tőlem, hogy mivel találkozhatunk majd a mélyben. Őszintén szólva, egyáltalán nem tudjuk erre a választ. Olyan keveset tudunk a mélytengeri környezetről, hogy még azt se tudjuk a témával kapcsolatban, milyen kérdést tegyünk fel, nemhogy mi arra a válasz. Vélte a brit kutatócsapat vezetője, aki a következő expedíciókra 3 vállalkozó szellemű turistát is magával visz. A tenger alatt járó 14 órás útja során 10.000 méternél is mélyebbre ereszkedik, és mintegy 4 órát tölt a tengerfenekén. A szerencsés kiválasztottak ezzel bekerülnek abba az elit klubba, ami világszerte mindössze 1 tucat embert számlál. Odalenn lehetőségük lesz szemügyre venni a mélytenger különleges élővilágát, és megfigyelni a tengerfenék különleges földrajzi képződményeit. A tenger alatt járó merülése során a mélytengeri hegyvonulatokról 3D-s térképet is készít. A kutatók sokáig úgy gondolták, hogy a tengerszinttől számított 6000 méter alatti rendkívül zord környezetben nem létezik élet. A tavalyi 5 óceánt érintő expedíciós sorozatuk azonban bebizonyította, még a világ legmélyebb pontján, több mint 11000 méteres mélységben is rendkívül sokszínű az élővilág. Sporthírekkel folytatja B. Németh Péter.